Hello. Szép jó reggelt, Szöszi. Szia. Hát szevasz. Megnyalogatod az ujjamat? Hm? Hát szia, így örül nekem, hogy kunkorítja a farkát. Ha, jó reggelt, fölébredtél? Jó van. Szia, nyalogass meg az ujjamat. Utasd meg, hogy szoktad. Jó van, mindig így szokta megnyalogatni az emberek ujját, ugye? A látogatókat, mert ugye lehet még most is télen látogatni szösszenetet. Ugye, Szöszike? Jó van, mindjárt megkosztadok vizet. Sziasztok! Kicsit már régen jelentkeztem be Szöszivel, úgyhogy gondoltam most, hogy jön karácsony, megleplek titeket egy videóval, úgyhogy most felveszem nektek azt, hogy Szöszivel ilyenkor télen, hogy igazából mit szoktunk csinálni, mi az a napi rutin, amit minden egyes nap tényleg meg kell nekem tennem Szöszivel, úgyhogy most ezt fogom nektek megmutatni, és közben adok egy-két információt, amiről talán nem beszéltem még annyit, vagy egyáltalán nem, úgyhogy lássuk. Az első dolog, amit ilyenkor télen szoktam csinálni Szöszinél, akkor a jeget kiszedem belőle a kis tálkájából, és ilyenkor, amikor tejek be van fagyva, akkor a legjobb tényleg ez a műanyag tál, amit én is használok, ugye erről már azt hiszem korábban volt szó, de ezt még egyszer azért elmondom. Ugye ezt ilyenkor egy kicsit megfeszíted, és akkor aránylag elég könnyen le lehet, ki lehet belőle szedni a jeget, ha nem szedné szét engem Szöszi közben beszélek. És ezért használom, mert amúgy, hogyha ilyen fém edényt használ az ember ilyen vizes tálnak, akkor meg ugye az lenne, hogy ilyen csákálni a vésűvel kéne kiszedni belőle a jeget. Na, Szöszi, vidd majd, na, farkad a szememből. Ennyi. Ezt úgyhogy ez az elsődleges dolog, amikor Szöszihez ne lopják ki semmit a zsebemből, nézd már, nem hagy molesztál, hagyjál már. Hát én nem lehet így beszélgetni. Na, Szöszi, jó van, befejezted? Hozzád beszélek? Hát ez, nézzétek meg, belebújik a hátamban, nézzétek? Belebújik a hátamban, azt ne piszkolj össze. Te majom vagy, az anyád jó isteni. Szóval ez az elsődleges dolog, amit mindig meg szoktam ilyenkor tenni, és amit még ő szokott, lehet, hogy mindjárt megmutatja, meg is szokta jelölni a táját. Ő mindig mindent megjelöl, így teszi magáival, hogyha esetleg olyan szagok vannak rajta, ami neki nem tetszik, úgyhogy most ezt is megjelölte. A másik fontos dolog még a jég, hogyha kiszedjük a jeget, és ugye ilyenek vannak benne, mutatom például, tessék, ez, látjátok, ez azért ne hagyjuk ott benne náluk, mert hogyha bent hagyjuk a kisrókánál, ugye ő imád ugrálni össze-vissza, és egyszer véletlenül pont beleugrik egy ilyenbe, akkor össze tudja vágni a lábát, mert mint látjátok, azért van neki elég nagy éle, szóval ez könnyedén szét tudja vágni a lábát bármilyen állatnak. Úgyhogy ezt ne hagyjuk ott benne nála, ezt mindig vegyük ki tőle, és vigyázzunk a kis rókánkra. Többen is kérdeztétek, hogy mit szokott tenni Szöszi, ugye mi az az általános, amit én adok így neki napi szinten. Hát ugye az elsődleges a viszkász konzerv, amiből így van egy kis raktár, így ugye sokat kapok a ide látogatóktól is, akik jönnek Szöszihez. Ebből ugye konzerv, illetve van száraz táp is, ezt általában össze szoktam így keverni. Ez az egyik alapvető kajája, ugye többen kérdeznék, hogy miért pont ez, hát azért, mert ettől nem megy a hasa. Ugye nagyon sok konzervet kipróbáltam, attól ment a hasa, ettől viszont nem megy. A másik dolog, amit még szokott tenni, ugye ha szereti a csirkenyakat természetesen, amiért ne szeretné, a csirkeszívet is, de azt már annyira nem szokta megenni, inkább a csirkenyak az, ami most már így a kedvencévé vált, vagy maradt inkább. Emellett meg, amit még nagyon szeret, az a frissen sültek. A frissen sülteket azt imádja, szóval minden, amilyen csirke, vagy fácán, vagy tök mindegy, mit főzünk, sütünk, ami megmarad, azt nagyon-nagyon szereti. Ugye mellette édesszájú is imádja az almát, úgyhogy ő mostában ezt szokta enni, és tehát minden, ami konyhai maradék, azt megeszi. Úgy. Oda, beleraktuk. És a Szöszi ezt nagyon szereti. Na most erre elmegy odébb. Hát szokott ilyet csinálni, hogy odébb megy, és akkor ott elkezd enni, és aztán visszajön. Ugye kérdeztétek azt is sokan, hogy mennyit szokott Szöszi enni. Hát igazából nem sokat. Szöszinek ugye elég gyors az emésztése, mint ezt ugye mondtam is már korábban, amikor csináltam ezt, hogy ennyit kakál egy róka.
címmel videót, és ugye ez is mutatja azt, hogy rettentő gyors az emésztésük, ezáltal ők nekik többször kell adni egy nap. Én reggel és este szoktam adni neki, de túletetni meg nem lehet, mert amikor túleteted, akkor meg viszont elás mindent, szóval akkor meg raktároz. A múltkor is itt pont úgy jártam, amikor voltak vendégek, sőt, mutatom is. Na, tessék, erről beszélek. Itt van egy, nézzétek meg, ez egy csirkefarhát. Adtam neki a pár nappal ezelőtt csirkefarhátat, és gondoltam, hát ha megeszi, de nem, elásta őket, mert pont tegnap vagy tegnap előtt volt itt egy látogató, és akkor vettem észre, hogy három darab ki volt így rakva, terítve. Én azt hittem, hogy ezeket megette, de közben nem, mert ott van, mint látjátok, egy, hát meg azóta kiásott, ma másik hármat azt már eltüntettem. Szóval a lényeg az, hogy a róka az nagyon szeret raktározni, főleg, hogyha nem nagyon tetszik neki az eleség, úgyhogy nem szabad túletetni, vagy nem is tudjátok, mert tényleg elrak mindent. Hát ennyi kb., amit így az étkezéséről mondani akartam. A másik dolog, amit mindjárt megmutatok nektek, ezt is nagyon sokan szoktátok kérdezni, és ha már egy karácsony van, akkor elmondom ezt is nektek. Kérdeztétek sokan, hogy milyen kapcsolat van Szöszi és Tyson között. Igazából ez ilyen plátói barátságnak hívnám én, mert nem barátok ők, mert hogyha együtt lennének, akkor abból nagyon gyorsan verekedés lenne. Oda adom, tessékednek. Úgy. Mert igazából Szöszi, ő barátságos, ő tényleg ő egy igaz ilyen jó lelkű állat, ahhoz képest, hogy ragadozó, de viszont Tyson ő azért egy vérbeli ebb, vadászebb, és amint így összekerülnének, szerintem hamarosan abból egy karate lenne, meg utána ki tudja, mi lenne a végkimenetele, mert erre már ugye volt egyszer példa, és amikor Szöszivel hazajöttünk, az utcáról jöttünk be pont az utcajtón, egy sétáltatásból, és Tyson ott volt az utcajtó mögött. Szöszi viccből oda ment hozzá, hogy oda csípett így a órához, hát ez nyilván zakon vette Tyson, és akkor egyből verekedés lett belőle, és hát jobban volt, Tyson neki ugrott, ne liheg már filmbe. Neki ugrott Szösznek, és meg gyors felkaptam Szöszit, hogy ne legyen semmi probléma. De a lényeg, hogy ők így eltűrik egymást, hogyha kiviszem sétáltatni Szöszit itt az udvaron, akkor annyi, hogy a Tyson nem jön a közelébe. Ő csak ott figyel, és elkerüli nagy évbe. Úgyhogy ők közöttük egy plátói barátságban, őket nem lehet összeengedni, mert abból semmilyen jó nem sülne ki. A másik dolog még, Szöszi ilyenkor nagyjából 8 órakor szokott felkelni, most is 8 óra van. Annyi, tegnap még ilyenkor már sütött a nap, de majd mindjárt bevágom nektek a tegnapi videót, amin ugye nem sikerült hangot felvenni. Szóval reggel, amikor Szöszi felkel, azonnal... Már ne harapdálj, mert közben nem tudok beszélni, Szöszi, így zavarsz, te. Zavaró tényező vagy. Szóval reggel, amikor Szöszi felkel, és süt a nap, akkor azonnal elkezdi keresni azokat a kis helyeket, ahol oda süt a napnak a fénye. Hogy itt az elég árnyékos itt minden, de ahol oda süt egy kicsit a nap, akkor oda begubózik, oda leül, vagy oda fekszik, és akkor sütteti magát, gyűjti magába a meleget. És akkor igazából reggelente mindig ezzel szokott itt bívelődni, bár most meg elkezdett esni az eső, úgyhogy ez ne állj már ki a fenekemből, tehát ez belejön a fenekembe. Jó van. Szöszi. Úgyhogy ő szereti a napot ilyenkor, amikor tél van, ilyenkor keresi a napfényt, hogy melegedjen, viszont amikor nyár van, akkor meg pont az ellenkezője, mert akkor meg elmenekül előle, akkor elbújik árnyékos részekre, mert mint tudjátok, a róka az nagyon utálja a meleget, nem szereti ezt a tűzforró afrikai meleget. Úgyhogy, ja igen, és van még szociálk egy tulajdonság, amit a ide látogató, nézzétek, mit csinál, nézzétek, hogy molesztál, és hát nem egy kellemes, amikor közül az ember beszélne. Na, szóval Szöszinek van még egy érdekes tulajdonsága, amit azok szoktak tapasztalni, akik meglátogatják őt, ugye, mint mondtam is itt a videó elején, Szöszi ilyenkor is látogatható télen. Igen, hogyha békén hagyna. Szóval, hogy szereti molesztálni az embereket, és van egy ilyen hülye szokása neki, hogy egy óvatlan pillanatban így orra beleáll izomból az ember fenekébe. Szóval ez egy nagyon kellemetlen pillanat tud lenni. Volt így nyáron is egyszer egy ilyen incidens, egy hölgy szoknyába merészkedett be, és hát gondolhatjátok, amikor ezt így megtette, hát a hölgynek elkerekedett a szeme, úgyhogy Szöszike tud ilyeneket csinálni, és nekem már másodjára, úgyhogy ide állok, biztonságba rakom a popómat, ide a vascsőhöz, így nem tudsz hátulról támadni. Szöszi, jó van, nagyon elemedbe vagy, te rosszaság vagy. Na, szoktam vele egyébként így rongyot húzatni, ez ilyen nálunk
Hát ilyen rongyozás, mint a kutyáknál, de ez működhet például annak, vagy mondhatjuk azt is, hogy ez kötélhúzás, hogy megnézzük, hogy most akar-e kötét húzni, már ennyire aktív. Na gyere, szösszene. Nézzük, csak ott egy vadkalandos póló maradvány, ezt széttépte. Ez annak idén vadkalandos póló volt, és ez az, húzzad, gyerünk, húzzad, húzzad, oda nézzed, húzzad, az, megszerezte, megszerezte. Oda nézzetek, hogy szaladnál vele, és ennyi, és le is raktad. Most én menjek, értek, komolyan, azt hittem visszahozod legalább. Szöszi, hát hol vagy? Ennyi volt? Na, így már nem is kell? Már nem kell, nézzit ez az, húzzad, húzzad, fogjad. Fogjad, csibész, csibész, fogjad, fogjad, az az, hogy viszi, azt a betyár, mint úú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 
Rossz vagy? Jó van. Jó van, egyébként mindig mindent ellop, ezt is szoktam így mondani. Akik ide látgatnak, hogy vigyázzanak rá. Tegnap is, amikor csináltam ezt a felvételt, ahol nézzétek, hogy rázza, akkor is kilopta a zsebemből a papír zsebkendőt, azt itt üldöztem, hogy visszaszedje, és itt játszott vele, nagyon aranyos volt, össze-vissza dobálta, rázta a fejét, itt hanyat vágódott, pörgött, forgott vele, nagyon élvezte a dolgot, ő imád ellopni, eltulajdonítani dolgokat, és akkor olyankor teljesen átszellemülő, akkor nagyon jól érzi magát, ez az énje a rókába benne van, hogy ő imád lopni. Na most szétharapdálod a kezemet? Oda hiszetek, oj, de harap. Jó, ha. És akkor még tényleg, ha már ilyen kérdez felelek van, mert ugye sok kérdéseket szoktatok feltenni, akkor még azt is elmondom, ezt is sokan meg szoktátok kérdezni, hogy Szöszi mennyire agresszív velem szemben, hogy volt mondja, hogy engem megkapott, vagy ilyen hasonló dolgok. Hát persze volt többször is, mivel azért vannak néha ellentétes gondolataink, ugye akaratunk. Én akarok valamit, ő meg nem akar, és akkor szokott lenni ez a konfliktus. Ez általában akkor szokott előfordulni például, hogyha el kell valóva vigyem Szöszit, bár most már nem viszem el hozzáteszem, úgyhogy ilyen fajta felkéréseket nem is fogadok most már, mert régen ugye vittem őt előadásra, vittem őt születésnapra, vadásznapokra, de most már nem viszem Szöszit. Ő most már itt van, aki látni akar, csak itt tudja megnézni. De a lényeg, hogy voltak időszakok, amikor őt így elhurcoltam, és akkor olyankor volt, hogy nappal kellett elmények. Például a gyerekeknek előadást tartani, és az abból állt, hogy jó van, na, hogy Szöszi nem akart jönni, mert pihenni akart, és akkor ilyenkor nyilván felhergelte magát, és akkor volt az, hogy ilyen figyelmeztetően így odakapott a kezemhez. De ezt el kell nála nézni, mert neki ez a kifejező eszköze, szóval nem tud ordítani vele, nem tudja azt mondani, hogy nem, és ennyi, szóval nem harapott meg, csak egyszerűen odakap a kis pofájával. Persze ennek többfajta változata is van, először csak ellenkezik, stb., de amikor már tényleg látja, hogy nem bírja elérni azt, hogy én meggondoljam magam, akkor ez a legdurvább kifejező eszköze neki, hogy így megkapja a kezemet, de csak ilyen figyelmeztető megkapásra, csak ráfog a kezemre, a közben morgó hangot ad ki, és ennyi. Úgyhogy még ezt így el akartam mondani, remélem az, hogy nem aludtatok el így a videó közben, és ennyi. Egyébként nézzétek meg, mennyien játéka van, ezt mindet a ide látogató vendégektől kaptuk, ezt a sok-sok játékot, nagyon sok ilyen játék van, úgyhogy gyere! Gyere ide! Gyere fel! Megint! Gyere! Na, jó van. Búcsúzzunk el a nézőitől, és kívánjunk nekik nagyon sok boldog karácsonyt és új éveket. Új éveket, ezt jó megaszontam, igen. Szóval mindenkinek kívánok kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Mindenki, aki teheti, töltse ezt a rövid időt a szeretteivel. Egyetek sok beiglit, én már nagyon sokat tettem, már tényleg már alig fér belém. Szöszi, nézd meg, kilopta a másik zsebkendőmet. Ezt nem hiszem el. Hey, add vissza. Nem játszhatod el még egyszer ugyanazt, tegnap is ezt csináltad. Add vissza, Szöszi. Nézzétek meg, egyszerre nem tudok elbúcsúzni. Szöszi, add vissza a zsebkendőm. Nézd meg, hogy szalad vele. Azt a betyár, add vissza. Elvettem. Hát szóval ilyen szöszike, ilyen kis tolvaj. Úgyhogy még egyszer kellemes ünnepeket mindenkinek. Sziasztok, hamarosan jelentkezem majd. Szöszi, te tolvaj vagy. Tolvaj csibész vagy, na mi van itt nálam? Mi van itt nálam? Mami van kell.
kell neked? Na, Larisa, nézzétek, hogy elveszi, hogy elveszi. Ó, szétrágja, szétrágja. Szétszadít, nézzétek. Na, vigyed. Te, csibész. Jó, Isten. Nézzétek, hogy védelmezi. Nézzétek. Elveszem. Ezt megint forogat, beszarok rajta, te forgó róka. Azt a szész, elveszem. Elveszem, amikor megcsiklandoznak. Itt van. Na, mit csinálsz vele? Forogsz? Pöröksz, forogsz? Mit csinálsz vele? Szétszeded? Jó, Istenem, oda nézzetek, hogy forgatja magát vele. De tetszik neki. Tetszik neki? Jó van. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, Szuzike. Azt, ami kúszik is vala. Ó, Istenem, ha kúszik vala. Hát te kis pendol, pandol. Jó van. Leesett. Leesett. Na jó van, pápá, Szuzike. Szia, Szuzi. Szia. Neked is boldog karácsonyt. Pápá. Szia. Ha szeretnétek meglátogatni Szöszit az otthonában, akkor keressetek az elérhetőségeim egyikét.